Egy 2012-es karcagi kezdeményezés nyomán Gyula is csatlakozott a legszebb konyhakertek programhoz. Ennek eredményét hirdették ki kedden a Városháza dísztermében. Az első alkalommal meghirdetett versenyre 9-en neveztek be, ami a szervezők szerint elfogadhatónak mondható. Az ötletgazdák célja az volt, hogy ösztönözzék az embereket, minél többen termeljenek otthonukban, és hogy a kertművelés kultúráját, a zöldség, gyümölcs termesztés hagyományát átadják a fiatal generációnak. Kezdésnek jó volt. Jövő évben szeretnénk, ha többen is beneveznének, hogy legyen bátorságuk, hisz értékes díjakat lehetett nyerni, itt is most oklevél, serlegés, vásárlási utalmány, az első helyzetek 20.000 forintos vásárlási utalmányokat kaptak. Szerintem megéri dolgozni a kertbe, már csak azért is, mert az egészséges zöldségféle, gyümölcsféle, amit az ember a saját asztalára letehet, annál nincs jobb. A megmérettetésre közösségi, minikertek, normálkertek és zöldséges zárt kertek kategóriákban lehetett nevezni. A zsűri komplexen bírálta a kerteket, és az itt kapott pontok alapján hozta meg döntését. Nagyon sok olyan kertbe jártunk, ami nagyon minőségi munkát, nagyon szép minőségi munkát végeztek benne, és sokfajta zöldség és gyümölcsöt láttunk teremni a kertbe. De voltak olyan kitételek, amik szerint lehetett egy picit osztályozgatni a dolgokat. Tehát mondok egy-kettőt. Például országos versenyre nem lehetett olyat benevezni, akinek nem volt permetezési naplója. Vagy például levonás járt egy kertnél, vagy nem kapott pluszpontot, inkább így mondanám, akinél nem volt madáretető, vagy odú, vagy madárítató. Ezek mind olyan pluszpontokat jelentettek, ami eldönthetett egy-egy helyezési arányt. A rendezvény országos döntőjébe a kategóriák győztesei közül 4 konyhakertet javasoltak az ítészek, a döntést az országos zsűri hozza majd meg.